Elszaporodtak a hajléktalanok által elkövetett rendbontások, szabálysértések Mátészalka belvárosában. A helyzet kezelésére az önkormányzat a társszervekkel közös egyeztető fórumot hívott össze. A rendőrség mellett a helyi szociális intézmények vezetői, valamint a közterületfelügyelet képviselője is részt vett a megbeszélésen, melyen egy összehangolt stratégia kidolgozásáról egyeztettek a szakemberek. Ezt szeretnénk sokkal nagyobb és sokkal jelentősebb közterületfelügyeleti, szociális ellátórendszeri jelenlétet a városközpontban, és a rendelkezésre álló eszközeinkkel, mely végső soron, hogyha olyan a cselekmény, akkor az szabálysértés és az már rendőrhatóságot is fogja jelenteni, hathatós eredményeket szeretnénk elérni annak érdekében, hogy a városlakók nyugalmát és a közterületek rendeltetésszerű használatát azt biztosítjuk. Természetesen az egyéb szabályszegési szankciók, amelyek a szemeteléssel hozhatóak összefüggésbe, azokban is megtesszük a szükséges lépéseket, és hát a városgazdán keresztül pedig a közterület rendbetétele az önkormányzatunk alapvető feladata, kötelező feladata. A fórumon elhangzott, a téli időszakban önkormányzati épületekből kellett kilakoltatni több hajléktalan embert, akik komoly károkat is okoztak az egyes helyszíneken. A helyi szociális szakemberek szerint fontos a lakosság közreműködése abban, hogy a nehéz sorsú emberekről az ellátórendszer is tudomást szerezzen. Fontosnak tartom, hogy a lakosság a hajléktalan életmódot folytató személlyel, illetve a környezetében a szociálisan rászoruló személyről van tudomás, akkor értesítse a helyi Szatmár Egyesület Szociális Egészségügyi Ellátási Intézmények családsegítő központ és szolgálatát, valamint Mátészalkán működik a hajléktalanok átmeneti szállása, ahol a szociális szakemberek megfelelő segítséget tudnak nyújtani. A fórumon a társszervek közös munkájának fontosságára is felhívták a figyelmet, amely segíti a rendbontások, szabálysértések visszaszorítását. Annyit nem tudunk járőrözni, ezért én kértem a közterületfelügyelet segítségét is, hogy a polgárőrség segítségét is kérve, hogy legyünk jelen Mátészalkán ahhoz, hogy a jelenlétük legyen elég arra, hogy ne történjen se szabálysértés, se bűncselekmény, és tényleg a hajléktalan kérdés az tisztán szociális kérdés maradjon, és a szükségetekről természetesen ehhez is tudunk segítséget nyújtani. A mai nap talán mi is kezdeményeztük ezt a kis megbeszélést, ami történt itt a városházán, és azt gondolom, hogy az együttműködésünk, ami eddig is nagyon jó volt a társszervekkel, talán még erősödött. A rendőrség a lakosság segítségét kéri abban, hogyha közterületen szabálysértést tapasztalnak, hívják a 112-es segélyvonalat. Amennyiben pedig felvételt készítenek az esetről, azt lehetőség szerint ne az internetes felületeken osszák meg, hanem adják át a rendőrségnek.